Szeretettel köszöntök mindenkit, és én úgy látom, hogy valóban egy című rendezvény jött ma itt össze. Köszöntöm azokat a harcos anyákat, akik ma ide jöttek, és gyakorlatilag a családjukon keresztül az egész társadalmat védik. Köszöntöm a tanulókat, a diákokat, akik szintén itt vannak ma velünk, és büszkék vagyunk rájuk, hiszen a jövő az övéké lesz, és együtt kell, hogy a jövőt alakítsuk. Övéké a friss vér, milyen a tapasztalat, ez így együtt biztos működni fog. Köszönöm a rendfenntartó erőknek a rendezvény biztosítását. Ma azért vagyunk itt, mert a miniszterelnök utasítást adta Varga Mihály miniszter úrnak, hogy a devizahiteles problémák körül teremtsen rendet. Ezt a politikai kinyilvánítást üdvözölni tudjuk. A gondunk ezzel a dologgal csak annyi, hogy megint nélkülünk akarnak dönteni. Varga Mihály úr elkezdett tárgyalni a CÖP szervezetével, ami nem más, mint a Fidesznek egy kinőtt ellenzékszárnya, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy rólunk, nélkülünk döntsenek. Az otthonvédő tanács civil szervezetének jogi képviselői már jártak ebben a házban. Elhoztuk nekik a megoldási javaslatokat háromféle tételben is. Egyikből sem látunk visszaköszönni semmit. Ezért kell felemelni a hangunkat, hogy mi az, hogy megint a civilek nélkül döntenek olyan gazdasági helyzetről, ami az egész országra kihatással van. Nem véletlenül a Nemzetgazdasági Minisztériumot választottuk. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a devizahitelezés egy törbecsalás volt, bűncselekmény, ezt büntetni kell, börtönnek kell sújtani mindazokat, akik ezt a devizakonstrukciót Magyarországon elterjesztették. Már a mai napon zárolni kellene ezeknek a bankoknak a vagyonait, már tegnap fel kellett volna függeszteni az összes kilakoltatást és végrehajtási záradékot, hiszen a miniszterelnök politikai akarata kinyilvánította, hogy tegyünk rendet. Akkor miért van még ma is kilakoltatás? Mondja meg nekem valaki! Mert mocskos csaló! Megvolt a válasz. Tehát ha megvan a politikai akarat, választások előtt egy pár hónappal, akkor miért nincs mögötte tett? Mi az, hogy a gaz végrehajtó még ma is oda megy, és 70 éves házas párt kirúg a lakásából? Úgy, hogy az otthonvédőket bilincsbe verve viszik el. Szóval az a lényeg, itt a szervezőtársam már int, hogy békésem. Én nagyon békés vagyok, csak hangos. Én azért jöttem ide, hogy hallják a hangomat. Nem suttogni jöttem ide. Igenis, azonnal állítsák le a kilakoltatásokat. A bűnös közjegyzők és a bűnös végrehajtók kerüljenek börtönbe. És követeljük, hogy Varga Mihály úr vonja be a tárgyalásokba a civil szervezetek jogi képviselői. Most! Egyetértünk, semmit rólunk nélkülünk. Az én igazi gondom, amikor emelni a civil szervezőm is nagyon jól álltam, az az volt, hogy én valóban egy érzékeny lelkű, könnyekkel küzdő anyát láttam, aki mondta nekem, hogy István, mit csináljunk? Hát egyszerre nem tudok már merre menni, jövünk, megyünk, vonulunk a városba, és nem érünk el semmit. Mondtam, nyugi, szervezél meg valamit, itt leszünk veled, és meg fogjuk oldani valahogyan a problémát. Én azt mondom, hogy ma egy lépéssel megint előrébb haladtunk.
Valószínű, hogy nem ma oldottuk meg ezt a problémát, de hogy közelebb kerülünk a probléma megoldáshoz, az már biztos. Köszönöm a médiának, aki itt volt és jelen van, hogy már a rendezvény előtt felfigyeltek ránk, és a negatív reklám ellenére nagyon gyorsan megjelentünk a sajtóban. Azt nem tudom, hogy idáig miért nem jelentünk meg, amikor követeltük a kilakoltatások megállítását. Miért kellett 2-3 éven keresztül eltúsolni azt, hogy vannak emberek, akik ezt nem viselik el, hogy az embertársaikat az utcára pakolják? Én úgy látom, hogy itt ma zövében már nem devizahitelesek vannak, hanem olyan emberek vannak, akiknek már a sárga csekk a problémájuk. Viszont a sárga csekk a devizahitelből keletkezett. Ezt látni kell mindenkinek. Megállt a gazdaság. Csökkent a vásárlás, ezáltal az államkasszájába kevesebb általános forgalmi adó folyik be. És egyszerűen csak stagnál a gazdaság, most is több mint 2000 embert bocsájtottak el, lett munkanélkül. Hogyan lehet így egy egészséges társadalmat felépíteni? Szóval ez egyszerűen felháborító. Felháborító az, hogy az állampolgárokat összeúszítják a rendfenntartó erőkkel. Ugyanis amikor egy kilakoltatásra oda megyünk és megpróbáljuk megvédeni, és a végrehajtónál még csak egy végrehajtási határozat sincs a bíróságtól, a hatóság a segítségére rohan és beengedi másnak a birtokába. Nem működik nálunk a jogrendszer. Az önkormányzati lakásokból az elszegényedett embereket kirakják az utcára, mert nem tudtak kifizetni a villanyszámláját. Na de kérdem én, ki az az elektromos áram, amit a mi atomerőműünk megtermel? Akkor mi az, hogy olyan áron adják, hogy kifizethetetlen? Ki a tulajdonosa ma az elektromos műveknek? Nagy részben nyugati tulajdonosok, és kirabolnak minket. És ha azt mondjuk a devizahitelekre, hogy semmis, akkor semmis a TIGÁS szerződésünk, semmis az EMAS szerződésünk, és semmis a távközlési szerződésünk is. Ugyanis mindegyik szerződés ugyanolyan egyoldalú, mint amilyen a bankok által kibocsájtott kölcsönszerződések. Tehát mától kezdve azt mondjuk, hogy minden szerződés, ami ma Magyarországon működik a lakosság szolgáltatása irányában, az semmis. Én azt mondom, ahogy megismerkedtem itt a tényfeltáró iratokból a magyar törvényekkel, hogy a magyar törvények, ha nem is mindig jók, de ezeket az ügyeket hibátlanul tudnák kezelni a lakosság javára, ha a magyar ügyészség és a magyar bíróság, és ne adj Isten, a politikai elit ezt így akarná. Ugyanis a törvények mellettünk vannak. Nagyon is mellettünk vannak a törvények. Teljesen érthetetlen az, hogy miért kell ma nekünk itt lenni és demonstrálni, és kérni a jogainkat, hogy igenis nélkülünk ne döntsenek rólunk. Varga Mihály úr, meghívtuk ide személyesen, már megfelelő időben, érdekes módon nem tud eljönni. Lesz, aki átveszi a petíciót, ez az információk, de mégis, ha a miniszter urat invitáljuk tárgyalni, miért nem derogál neki az egyszerű néppel beszélni? Mert hazáruló! Ne vegyen magunkat elő! Én is ezt mondom, hogy ha igaz ember lenne, ide jönne. Körülbelül azt az arroganciát tapasztalom, amit Kövér László úr ház előtt tapasztaltunk, amikor 3 napig a ház előtt demonstrált a csoport felváltva. Nagyon gondoljátok meg emberek a következő választási ciklusba, hogy kire szavaztok. Nincs jobb oldal és bal oldal. Ne engedjétek magatokat még egyszer megosztani. Csak is civilek vannak. Civilek, magyar állampolgárok, szépkorúak, munkavállalók és tanulók és csecsemők. Nem engedhetjük tovább, hogy megosszanak minket, magyarokat. Elég volt a megosztásból, elég volt a kizsákmányolásunkból, és még egyszer innen kérjük
a gazdasági miniszter urat, Varga Mihály urat, hogy vonja be a tárgyalásokba a civil szervezetek szakértőit. Nélkülünk nem dönthetnek, mert ha megpróbálják megtenni, akkor ez a békés tüntetés egy 2-3 hét múlva már nem békés lesz. Itt ez a probléma. És amikor valaki azt mondja rám a Facebookon, mert mondtak ilyet, hogy én egy náci vagyok. Köszönöm a megtiszteltetést, de el kell, hogy utasítsam. Én egy egyszerű állampolgár vagyok, és ha azt mondom, hogy ebben az országban vér fog folyni, ez csak egy figyelemfelhívás, mert el akarom kerülni a vérrontást. Minden egyes állampolgárunkra szükség van. Szükség van a segédmunkásra, szükség van a mérnökre, és szükség van tisztességes politikusokra. De ezt a politikai elitet, aki ma minket kizsákmányolni hagy, ezeket le kell váltani, el kell tüntetni a politikai szintérről. Elég volt belőlük. Még egyszer, követeljük a kilakoltatások és a végrehajtási záradékok azonnali felfüggesztését. Követeljük a magyar jog betartását. És senki soha többet Magyarországon sem önkormányzati lakásból, sem saját lakásból ne kerülhessen az utcára. Köszönöm, hogy meghallgattatok.